dicsőséges Istenünk, tisztelettel kérünk, éljen még sokáig jó szitja hun népünk, ez a nép a múltját őrzi, óvja, védi, származása szerint rendkívül is régi. Büszke szemmel nézzük Nimrud király fényét, az égen győzi le örök ellenségét. Csodaszarvasunknak követjük futását, hunort s magyart hívó égi vágtatását. Attila kardjáról csodákat mesélünk, ha e kard kezünkben senkitől sem félünk. Csaba ifjú király, meghajlunk előtted, fényes csillag ösvényt az égre tesződted. Esztergomi falra festett oroszlánok, mint apáink régen, törjük szét a láncot. Figyeljük a turul madár érkezését, a tudás népének újjászületését. Szeretett hazánkat körbeveszi Kárpát, ide tértek vissza álmos s fia Árpád. Áhítjuk óvó szent magyar koronánkat, ha ősfényben ragyog, ránk senki sem támad. Örök Magyarország, sosem maradsz árva. Úgy néz ki, hogy ez az egész Schumer kérdés, ez mindegyik világon mondjuk befolyásosnak tekinthető nép szempontjából fontos kérdés. Ugyanis akik elkezdtek ásatni Mezopotámiában, gondolok itt az angolokra, németekre, ők rájöttek, hogy nem érdemes ebbe pénzt betenni, hiszen nem az ő múltjukat fogja erősíteni ez a kultúrkör, hanem inkább most így mondhatnánk, hogy a turáni népekét, ugyanakkor magyarok meg nem ástak. Köszöntöm a jelenlevőket, örülök, hogy eljutottam ide is, és talán a program összeállításába is egy picit beleszólhattam. Ha valaki ezt kívülről nézi, akkor azt hiszi, hogy valami égi lény került ide, holott csak azt a technikát alkalmaztam, amit mások, különösen a bölcsészek, akik a kicsi, apró búzaszemből is egy kész búzamezőt tudnak varázsolni. Mint műszaki ember ezt tanulnom kellett, másképp nem lehet megélni, és nem lehet felvenni a küzdelmet az ékes szólókkal. Hát remélem, hogy most egy olyan témát tudok majd bemutatni, amely eléggé száraz, ugyanakkor rengeteg tanúsága van, és az egész magyarság szempontjából is lényeges összefüggésekre fog rávilágítani. Tulajdonképpen az a szerencsés helyzet adatik meg nekem, hogy elég sok időt tölthettem a természettudományos világban, és utána, hát persze ehhez mindenféle családi problémák és egyéni válságok is kellettek, szinte ugyanannyit a bölcsészek körében is, és ugye azért merek ilyen hangot megütni, mert én nem csak tanítani mentem a Miskolci Bölcsész Egyesületben, meg az elébb felsorolt helyekre, hanem először végig is jártam azt az iskolát, tehát ismerem a professzorok, híres kutatók munkáit, és hát emiatt, mivel én végig vizsgáztam is náluk, a gyenge pontjaikat is. És 18 év után úgy éreztem, hogy már nem lehet állandóan csak a tekintélytisztelettel dolgozni, hanem igenis ki kell mondani a király mesztelen, és ki kell mondani, valami probléma van. Ez nem azt jelenti, hogy mi nem szeretjük egymást, vagy nem kedveljük egymást, félre kell tenni az ilyen személyeskedéseket, ez a szakmai munkára vonatkozik, és talán már elmondhatom azt is, hogy néhány sikerrel is büszkélkedhetünk, mi ilyen természettudomány felül indulók, tehát Mandis Györgyre gondolok, Bérci Szaniszlóra, és még sokan másokra, akikkel végül is ezt udvarias és finom formában meg is tudjuk valósítani. Tehát a mai nap Tatárlakáról és Tordosról lesz szó. Ezek a községek a Maros mentén találhatók, és az az érdekességük, hogy olyan leletek kerültek elő az ásatások folyamán, amelyek a sumérok idejéig, vagy az azelőtti időkig is
visszavezethetők, és ezáltal bizonyítékai annak, hogy a Kárpát-medencei térségben egy magas kultúra létezett és működött, tehát nem mi vagyunk mindig az átvevők, és nem mi vagyunk mindig azok, akiket mindenféle galátsággal vádolni lehet, hanem igenis mi is részesei vagyunk egy magas kultúrának. Ugye hát a képen látszik, hogy amikor én elkezdtem ezt a kutakodást, az egy kicsit fiatalabb voltam, szerintem meg kéne nézni a többi kutatót, hogy hogy néztek ki. Vannak, akik gyerekkori képet tehetnének oda, mert egész életükben egy témával foglalkoztak, tehát szerencsések, de ez a fajta specializálódás vissza is üt, mert bizonyos területeken nem tudják átlátni az összefüggéseket. Nekem a legnehezebb tanulmányokat a régészet jelentette, főleg az, hogy melyik régészeti módszernek mi a korlátja, tehát hogy meddig érvényes. És erre majd itt is ki fogunk térni, hogy bizony ennek a tatárlakai korongnak, illetve a két táblának a kora is azért nem állapítatott meg teljes mértékben helyesen, mert bizony a radiokarbonos vizsgálat ilyenkor akár 1000 éves szórással dolgozik. Ezt nem szokták kimondani, ez az kellett, hogy Költő Lászlónak egy évig az előadásait hallgassam, és egy ilyen vastag régészeti segédkönyvet áttanulmányozzak. Na most ezt azért a világhírű és sikeres bölcsész előadókról nem igazán mondhatjuk el, hogy a régészeti módszerek határértékeivel is foglalkoztak volna. Tehát innen ered az a mondat, amit kedves Feri az elején elmondott, hogy igenis kritikusan kell megfogalmazni bizonyos véleményeket, de emögött rengeteg munka kell, hogy legyen. Na hát nézzük is, hogy miről lesz most szó. Ugye a bal oldalon az a könyv címlap látható, amelyet én erről a kutatásról írtam. Varga Csaba már nincs közöttünk, ő a Free kiadó vezetőjeként gondolta, hogy ez egy sikeres könyv lehet, és nagy megtiszteltetésnek számított, hogy engem is bevett ebbe a csapatba. Sajnos ő már nincs közöttünk, így a további együttműködés sajnos már nem valósulhatott meg, hiszen a kiadó tulajdonképpen az eddigi munkáknak a újrakiadásával foglalkozik, igazán merész újdonságokkal nem fog előállni. Ugye a másik oldalon pedig az a fénykép látható, amelyet Erdélyi István, kiváló régész, révén szereztünk meg, kapcsolatai segítségével a Turán folyóirat címlapjára is került, és akkor ez nagy szenzációt okozott. Nagyon sok embert, művészeket is megihletett ez a korong, így Bobály Kata nemez művészt, akinek ez az alkotása Budapesten az első kerületben megtekinthető. Ha valakit érdekel, ott van a cím is, a Korvin tér 1-ben, tehát a budai Vigadóval átellenben. Természetesen más művészi megfogalmazásait is szeretném bemutatni. Ugye parafabőre festette Baranyai Márta ezt a tatárlakai korongot. Most csak azért írtam össze ennyi nevet, hogy lássuk, mekkora irodalma és mekkora múltja van ennek a tatárlakai és tordosi leletegyüttesnek. A kékkel jelöltek azok, akik itt előadóként is majd megjelennek, illetve már többen szerepeltek is. És ugye egy kicsit határterületként Farkasiczky Tibor is sorra fog kerülni, úgy tudom. Ő az őshaza kérdésben kapcsolódik ehhez a témakörhöz. Ugye az ott nagyobb betűvel felsoroltak azok, akiket hát illene elolvasni, de meg kell, hogy valljam, hogy olyan szárazan írnak, mint amilyen az én első könyvem volt, tehát nagyon nehéz azt végig olvasgatni. Én is nemrég jutottam Varga Zsigmond második könyvének a végére, mert annyira nehéz követni, tehát azért ezt őszintén be kell vallani. De Bobulaita már olvasmató volt, Baninyi Jós Ferenc is olyan, hogy szinte falni lehet a sorait, és hát ugye meg kell emlékeznünk Tudás Rudolfról is, nem tudom, hogy ki ismeri a jelenlévők közül. Ő, hát ugye együtt voltunk a temetésén, sajnos ő is úgy fogalmazott, amikor az együttműködésre került volna a sor, ugye kicsit idős volt már akkor, hogy hát nagyon jó lenne, de hát a földrajzi távolság és hát az ő időhiánya miatt nem tudunk úgy együttműködni, mint például az agyaktábla baráti körben Tábori Lászlóékkal vagy Farkasiczky Tiborékkal.
Érdi Miklós nevét említeném meg, New Yorkban működött, és ő írta meg a Sumer uralatái kultúra története című könyvet. Nagyon precíz munka, de, és ugye ez nagyon érdekes dolog, a második részt már nem írta meg. És arról a kérdésről, hogy miért nem írta meg, nem szívesen nyilatkozik. Nekem az a sejtésem, hogy odaszóltak neki, hogy ezt a témát már ne folytassa, hanem menjen inkább más elfogadhatóbb kérdéskörök tanulmányozásába át. Tudnélik, úgy néz ki, hogy ez az egész Sumer kérdés, ez mindegyik világon mondjuk befolyásosnak tekinthető nép szempontjából fontos kérdés. Ugyanis akik elkezdtek ásatni Mezopotámiában, gondolok itt az angolokra, németekre, ők rájöttek, hogy nem érdemes ebbe pénzt betenni, hiszen nem az ő múltjukat fogja erősíteni ez a kultúrkör, hanem inkább most így mondhatnánk, hogy a turáni népekét, ugyanakkor magyarok meg nem ástak. Tehát ez az a kérdéskör, amiért szerintem Érdi Miklós is inkább meghátrált, és egy másik nagyon fontos témába kezdett, a kínai nagyfaltól kezdve egészen a csendes óceánig megpróbálta követni a különböző leletek, diadémok, üstök sorsát, és ebből egy olyan kulturális folytonosságot tudott kimutatni, amelyik én azt mondom, hogy lehet, hogy értékesebb eredmény számunkra, mint hogyha folytatta volna ezt a Sumer kérdéskört és annak a tanulmányozását. Csak elijesztésképpen mutattam, hogy mennyi szakembernek a könyvét kellene elolvasni ahhoz, hogy teljes képet kapjunk erről a kultúrkörről. Hát ezek a nevek szinte ismeretlenek a közember számára. Én egyedül Lenormand nevét emelném ki, mert ő fiatalon elhunyt, és ő volt az, aki ugyancsak a turáni kapcsolatot vélte fontosnak. Ellenfele, hát nem a mi turáni vérünkből való Halévi nagyon sokáig élt, és ezért sokáig blokkolta a sumer kutatásokat, illetve azon a véleményen volt, hogy a sumerok nyelve egy mesterséges valami, és papi nyelv, és hogy hát ennek nincs is értelme, hogy ezt különösebben kutatgassuk. Hát ugye előbb elmondtam már, hogy ha nem azoknak a népeknek a dicsőségét fogja erősíteni, akiknél a pénz van, meg a haderő, akkor azok leállnak az ilyen dolgokkal. Ugye a további neveket nem érdemes részletesen tárgyalni, még Samuel Noah Kramer munkásságára térnék ki. Kevesen tudják, hogy ő levelezett Banini Jós Ferenccel, és hát annak ellenére, hogy teljesen más véleményen voltak, azért könyveiket eljuttatták egymáshoz. Majd mutatok egy példát erre, nagyon érdekes, én vagyok az a szerencsés, aki Banini egyik könyvét most a tulajdonában tarthatja, amelyet Samuel Noah Kramer dedikált neki. Kutatók még tovább folytathatók, itt most ezt csak az eredetentés miatt mutatom be. A legalsó sorban láthatók azok, akiknek a munkáival én magam is alaposabban foglalkoztam, ugyanis ők szótárakat készítettek, és hát ugye az én munkásságomnak az egyik része az, hogy lefordítottam ezeket a szótárakat, és belőlük egy magyarul is használható, de a sumer jelek keresésére alkalmas szó és jeltárat sikerült összehozni. Mondom csak, hogy ez nem az én feladatom lett volna, hanem az ebből élőké. De hát az előbbi akadályok miatt ők inkább csak a későbbi korok asszír-babiloni, tehát sémi kultúrájához kapcsolódó írásrendszerekkel foglalkoztak. Miért fontos számunkra a mezopotámiai kultúra, ezen belül természetesen a sumer, amelyik nem is az indoeurópai és nem is a sémi népek kultúrájához kapcsolódik. Miért, milyen bizonyítékok alapján mondták ezt a régebbi kutatók? Arról szeretnék most néhány szót szólni. Ugye hát kétféle módon szokták a nyelveket hasonlítani. Egyik a szókészlet, hogy hasonló szavakat keresnek, hasonló hangzást. A másik pedig a nyelvtani összefüggések, mondatszerkezeti kapcsolatok. És hát ugye legelőször is, amikor elkezdünk vizsgálódni, akkor a neveknek a hasonlóságát próbáljuk megállapítani és keresni. Ugye Ceglédi Katalin foglalkozik a neveknek az eredeztetésével. Itt a kérdés megint az, nagyon egyszerűen kell megfogalmazni a kérdést, hogy ki az átadó és ki az átvevő. Hogyha
hasonló nevek, vagy hasonló tartalmak kerülnek elő. Ugye a mezopotámiai városnevek, amiket például hallunk, milyen jól hangzanak. Úgy hangzik, hogy úr, ugye hát ez magyarul érthető. Uruk, erre mondják, hogy ez az örök szavunknak a megfelelője, vagy ugye a Nimród nevű város, amelyik ugye Nimród ősatyánkra hajaz. És hát ugye nagyon érdekes az a kapcsolatrendszer is, amit a női minőség, tehát a boldogasszony kultusz kapcsán mondhatunk el, hiszen a boldogasszony jellemző nevei, tulajdonságai, azok megfelelnek Bau, sumer istennő megfelelő jellemzőinek, és ugye, ahogy Baba Mária, Szűzanya Mária, stb. Attól függ, hogy milyen vallási és milyen egyéb környezetben vizsgáljuk, hát ott is megjelenik ugye gúla és egyéb formában ugyanaz. Tehát nem kell megijedni, valamit ennyiféleképpen nevezünk, a lényeg valahol mindig is ugyanaz. És hát ugye a legfontosabb kérdés, hogy melyik kultúra volt előbb. Én azt mondanám, hogy nagyon közel lehetett az ősi sumer, tehát a Alubaid úr és ilyen neveken nevezett ősi kultúrkör, mert az én véleményem szerint kerülhetnek elő még régebbi táblák, mint ez a Krisztus előtti 3000-4000. Nem tudom, mennyien tudják, hogy például az Indus-völgyi kultúránál ennél jóval régebbi írásemlékeket ismerünk, csak azokat még nem sikerült meggyőzően megfejteni. És ugye, mint mondottam, a radiokarbonos vizsgálatok is bizonyos szórást mutatnak, akár 1000 éves is lehet, tehát ez azt jelenti, hogy nem okozna nagy meglepetés számunkra, kiderülne, hogy régebben, mint ahogy most tartják, de ez a két kultúra mégis egy időben létezett. Erre is elmondom majd azokat az érveket, amelyeket én fontosnak találok. Most ebben nem megyünk bele, hogy hogy hívták itt az egyes családokat és hősöket. A legfontosabb ősi mezopotámiai eposz, a Gilgames eposz is tulajdonképpen egy leszármazási rend alapján kétharmad részben isteni uralkodóról szól. Ugye hát uralkodók szeretik az isteni származást maguknak megszerezni. Ugye a katolikusoknál ez utólag történik a szentélyavatás kapcsán, másoknál ez másképpen történik. Mindegy, a Gilgames történet végül is egy főleg asszír táblákon fennmaradt nagyon tanulságos mondta az öröklét megszerzésének a küzdelméről és az arról való lemaradásról, de úgy tűnik, hogy ennek is megvan a sumer előképe, amely pozitívabb módon végződik, tehát azért nem szabad feladni azt a gondolkodásmódot, ami tulajdonképpen a Jézus hit kapcsán, a tiszta Jézus hit kapcsán, a torzítatlan, nem kanonizált könyvek alapján nyomon követhető. Tehát, hogy egyszerűsítsem a dolgot, itt arról van szó, ez a Gilgames is a napisten leszármazottjának tekintette magát, és ennek alapján az összes további, tehát az ősöket tekintve is mind erre a minőségre utal vissza, ami nagyon fontos, mert nálunk is van egy ilyen hagyomány, hogy a nap leszármazottai, vagy a nap tisztelői, és nem a holdé. Ugye ez megint egy érdekes dolog, hogy ne menjünk bele kényes kérdésekbe, ezzel kapcsolatban csak annyit mondanék el, hogy a hold tisztelete sem tekinthető valami negatív, vagy fekete mágiát magában hordozó dolognak, hiszen olyan területeken, akár csak Spanyolország déli részére gondolok, ahol a napnak a pusztító ereje nyilvánul meg, ott bizony, hát sziesztáznak, és éjszaka vannak fenn. A gyerekek is hajnali 2-kor játszanak, ezt nem akartam akkor elhinni, ugye én ehhez vagyok szokva, hogy mínusz 15 fok van. És hát nyáron meg örülünk, hát már most már itt is eljön ez a sivatagosodási időszak. Most 2-t ugrott, nem baj, visszamegyünk. És ugyanakkor egy kritikát szeretnék megfogalmazni akár saját magunkmal, vagy magunkkal szemben is, ugyanis a mezopotámiai fellendülést egyrészt az okozta, hogy az öntödéses gazdálkodással több élelmet sikerült előállítani, hogy nem kellett mindenkinek ebben a munkában részt venni, mint amekkor a közösség létszáma volt, így kialakulhatott az értelmiség és a papi réteg.
Na most ez egy nagyon veszélyes dolog, hát csak gondoljunk az egyiptomi kultúra történetére, hogy micsoda harcok folytak a papság és a vezető réteg között. Tehát kialakult egy olyan réteg, amelyik nem termel. És ugye ez nagyon jó dolog is lehet, de nagyon veszélyes is. Hát ugye gondoljunk csak a mai világra, hogy olyan emberek ülnek bent a parlamentben, akiket senki nem szavazott meg, hanem pártlistáról kerültek be. Most kérdés, hogy ők mennyire képviselik azoknak az embereknek az érdekeit, akiknek elvileg őket meg kellett volna szavazni. És hát ugye ez a probléma elég sok háborúhoz és harchoz vezetett el, mert hát az ember gyarló. Most ez csak egy kitérő volt. Az, hogy milyen pozitív vonásai vannak egy ilyen dolognak, azt elmondom azzal kapcsolatban, hogy ugye az állattartás, a növénytermesztés területén, tehát olyan képek, olyan leírások maradtak fenn, amelyek ezt igazolják, és a úgynevezett toronytemplom, az ikkurát építése kapcsán is, amelyek bizony forradalmi újításnak számítottak abban az időben, és hát persze megjelent a hárfa, olyan hangszerek, amelyek hát azért nem csak úgy egyik napról a másikra szoktak kialakulni, hiszen a zene, annak a hangszernek a megfelelő működtetése azért nagyon nagy tudást is igényel. És hát ugye megjelent az irodalom, a költészet, a siratók, sok minden, amit jóval később úgy gondolták, hogy megint csak valakik kitaláltak. Nem akarok belemenni, hogy az arab közvetítéssel maradt fenn nagyon sok olyan eredményünk, mert az európaiak elfelejtették, és az arabok végül is segítettek megőrizni a bizonyos matematikai és egyéb ismereteket. Tehát sokkal bonyolultabb a történelem, mint ahogy azt gondoljuk, és mind ahogy azt nekünk az iskolába tanították. Ugye gondoljunk csak bele, én magam a 56-os forradalomnak elég sok értelmezését hallottam és tanultam, és még most sincs vége ennek a dolognak. Mindaddig, amíg élnek, akik abban részt vettek, hát bizony igyekeznek a saját szája ízük szerint megfogalmazni bizonyos dolgokat. Ugye ennyi száraz dolog után muszáj egy kis humorosabb dolgot is mutatni. Ismerték-e a sumerok a számítógépet? Hogyha megnézzük ezt a képet, ugye a bal, egy kicsit a bal oldali részen a legfelső sorban látható egyébként az a jelenet, amit átrajzoltak, ügyes, úgy emlékszem, hogy oxfordi szakemberek, és ezzel próbálták megtéfálni a honlapot látogatókat. Azonban egy dolgot el kell áruljak, mert ugye egyesek azt mondták, hogy hát ez borzasztó, hogy ilyen hamisítások kerülnek elő. Ez egy nagyon kisvéretű kép volt annak az egyetemnek a honlapján, amelyik azzal foglalkozott, hogy digitalizálta és feldolgozta az ősi szövegeket. Tehát ott ez olyan embereknek a számára vicc volt, akik ott vannak. Tehát ezt nem egészen úgy kell fölfogni, hogy most itt mindenkit meg akarnak téveszteni. Mindahogy majd mutatok egy képet, amelyik már kicsit gyanúsabb, de úgy néz ki, hogy az is csak egy ilyen tréfának a része. Milyen párhuzamokat figyelhetünk meg a európai és magyar kultúrkör, vagy a Biblia kapcsán, amelyik mezopotámiai hagyományhoz kötődik. Ugye hát Ádám és Éva története is persze más nevekkel megvan, de hát Káin és Ábel története is, amely ott nem gyilkossággal végződik. Föltennék egy kérdést csak a jelenlévőknek, hogy Káin és Ábel közül melyik a földműves? Hát jó, hát aki tud olvasni, az fantasztikus. Igen. Tehát egészen furcsa a dolog, hogy a földművelő öli meg az állattartót. Ugye mi fordítva gondolnánk. Csak azért mondom, hogy mennyi baj van ezzel a Bibliával, meg az egész történettel, és mint mondottam, a mezopotámiai történet vége az nem gyilkosság. Tehát azért ezt bárképp is meg lehet oldani az ilyen problémákat. Ugye Noé, ugye a vízözön túlélő hős is ugye, megtalálható Ziusudda néven, de hát ugye a Gilgámes eposzban, ahol betették ezt a történetet pótlólag, és a 11. tábla lett, nem a 12., tehát nem a vége, ott pedig Útnapistim néven szerepel. Na most föltesszük a kérdést, hogy ezek a nevek miért térnek el ennyire, és miért alakult ez így? És ugye a kérdés nagyon egyszerű, hogyha megnézzük, hogy az adott név mit jelent az adott nyelven. Na most ehhez kellenek a szótárak, meg az alapos munka, és bizony az derült ki, hogy
hogy akár a sumer összetétel, ez az iut szudda, tehát a hosszú ideig élő, tehát ugye Noé túlélte a vízözönt, és utána gyakorlatilag szinte az öröklétet megkapó hős. Ugyanez, útnapistém, az akkád név ugyanez, csak ugye ott akkád szavakból áll össze. Tehát igenis ezek a nevek beszélő nevek és fontosak, mert elmondják ugyanazt, csak egy másik nyelven. Ugye a törvénykezés, a törvénykönyvek, akár ugye Ábrahám története, vagy később aztán ugye Mózes törvények, ezek is Urnammu, illetve megfelelő akkád párja, később is túlságosan is igazságos törvényeket előírő Hammurábi esete is tulajdonképpen párhuzamba hozható, de ugye Illés mennybe menetele, tehát a szekéren ugyanúgy megtalálható Etana történetében. Tehát mit szeretnék ezzel elmondani, hogy úgy néz ki, hogy a zsidóság a babiloni fogság idején megismerte ezeket az ősi történeteket, és zseniális módon beépítette a saját ős történetébe. Hát mi magyarok is tettünk ilyet, tehát nagyon azt higgyük, hogy mindig nekünk igazunk van. Ez egy nem rossz dolog, bocsánatos bűnnek nevezném. Tehát azt a fajta egy icipici túlzást, amikor a saját történetünket ugye megszépítjük. Jó, aztán itt mindenféle egyéb dologról is lehetne beszélni, de akkor soha nem jutnánk a végére. Egy dolgot ott kisbetűvel írtam, de úgy érzem, hogy fontos megemlíteni azt, hogy például a bibliai történetből is a nők valahogy kimaradnak. Érdekes módon. Pedig hát ugye Ádámnak is valahogy voltak lányai, de hát erről nem olvasunk a Bibliában, de arról se, hogy Káinnak ki volt az asszonya, és hogy hogyan alakultak utána a leszármazási rendek. Utána később megint a férfiakról nagyon sokat tudunk, hogy kik voltak, hogy voltak. Hát ez egy kicsit érdekes kérdés. Én a bibliakutatók figyelmébe ajánlanám, hogy ezzel is foglalkozzanak. Ugye itt még sorolom tovább, látható, hogy bármiről bármennyi ideig tudnánk beszélgetni, de hát akkor egy kicsit azért már unalmassá is válna a dolog, de Shakespeare-nek a drámáit is megelőzi egy olyan mezopotámia előtt történet, amelyik például Róma és Júlia kérdéskört is taglalja, vagy a Szent Ivánéi álmot, és ugye a hegyi beszédnek is megvan a maga előképe. Én magam is hallgattam, ugye a mi népies zenészeink is feldolgozták ezt a történetet, és hát nagyon izgalmas zenei aláfestéssel hallgathattam. Na természetesen Ludas Matyi történetét is megtaláljuk a mezopotámiai kultúrkörben. Gimil Ninurta és a Nippuri bíró esete, ahol többszörösen vág vissza az őt megalázó hatalmasságnak. A furfangos hős, mondjuk azt, hogy a népi hős. Bau istennő hét lánya és a boldog az a hét lánya, ezzel kapcsolatban már tettem utalásokat. Itt látható az a szótár, amit René Labat készített el, és annak ellenére, hogy oda van írva, tessék nézni a francia címet, hogy d'épigraphie acadienne, tehát akkád epigráfia kézikönyve, tehát itt nincs szó sumerről, csak azért használtuk mi ezt sumer célra, mert a Labat egy becsületes ember volt, és ezeknek az általa vizsgált jeleknek az ősibb alakjait is föltüntette a szótárba. Ezt már a németek nem csinálták meg, mert ők tudták, hogy ez milyen veszéllyel jár. Például azzal, hogy jönnek ilyen őrült mérnökök, és ennek alapján helyreállítják a sumer jeleknek a rendjét. Most itt magunkra gondolok. Tehát ez adta meg a lehetőséget, hogy egyáltalán elinduljunk, mert a biztos az, hogyha valamit annyira megsemmisítünk, hogy nincs is nyoma, akkor már nem lehet csúnya szóval rekonstruálni. De ez a René Labat becsületesedére mondva megtartotta az ősi jeleket, sőt az időbeli fejlődésüket is. Most amit elmondok, ez mint a csatlakozik tatárlakához és tordoshoz, de hogy megértsük ezt az egész problémakört, azért egy ilyen bevezetőre szükség van. Jó, hogy ki volt ez a Oannész vagy Oanna, aki itt a képen látható, hát ez az a haltestű hős, aki nappal kijött a tengerből és tanította az embereket. Tehát így próbálták megmagyarázni a görögök is, meg előtte a mezopotámiai kultúremberek is, hogy hogy következett be ez a szellemi ugrás, amiről az előbb már volt szó, hogy egyszer csak növénytermesztés, csatornázás, silatóinekek minden megjelent, előtte pedig nem tudunk róla.
Tehát van egy ilyen elképzelés is, és ezt ezzel az ugrással szokás magyarázni. Természetesen a mai gondolkodású, kiváló lehetőségekkel rendelkező kutatók, mint Zaharia Szicsin, akinek a neve elárulja, hogy milyen kultúrkörből jött, ő például azt mondja, hogy földön kívüli űrhajóval jött lényekről van szó, úgyhogy az egész sumer kultúrkör így alakult ki. Akit ez érdekel, olvassa el a 12. bolygó című könyvet, és ennek a megfelelő folytatásait is. Hát jó, hát ő bejáratos a NASA-hoz, ugye a testvére ott dolgozott, tehát megkapott minden információt, ami a kutatásokhoz kell. Jó, hát itt van ez az urnámú, akire mondtam, hogy a mózesi, ábrahámi törvénykezésnek a párhuzamaként gondolhatunk. Ő is a holdisten előtt hódol, tehát itt más volt a viszony a holdnak és a napnak még itt a mezopotámiai kultúrkörben, tehát nem kell a mai szemlélet alapján ezeket értékelni. Tehát a világító, fényt adó égi istenségeknek a szerepét hangsúlyozza ez. Ugye, hogyan próbáljuk kapcsolni a jeleket, erről is tettem már említést. Például a mi kultúrkörünk között a rovásíráshoz, ezt mutatja a jobb oldalon látható jel, amely a sumeroknál a hal jele, hát látható, hogy egy halat formál, és ugye mellette azok a geometriai formák, amelyek még a halra emlékeztetnek, de már szögletesek, de már ékeket tartalmaznak. Tehát körülbelül így abstrahálódott és geometrizálódott el ez az ősi képi tartalom. Most miért érdekes az? Egyrészt azért, mert a formája hal, az olvasata ha, ami a magyar halra hajaz, és hát a hang és a hang alakja is. Tehát egy nagyon erős kapcsolat található meg. Csak mi a probléma? Az, hogy ilyen példát csak néhányat tudunk felmutatni, pedig ugye a jelszám alapján körülbelül 600 jelcsoport van ebben a szótárban, de ez igazán csak a 450, mert vannak ugrások benne. Tehát ez még mindig kicsi, kevés minta ahhoz, és erre mondjuk mi azt, természettudományos alapról építkezők, hogy van valami ősi kapcsolat, tehát az ősnyelv, az isteni ősnyelvvel való kapcsolódás folyamán, és az a kevés kapcsolat, amit itt kimutatunk, ez mindig több, mint a más élő nyelvek és az ősi, például mezopotámiai nyelv kapcsolatában. Tehát mi úgy fogalmazzuk meg, hogy igen, nekünk itt van keresnivalónk, de nem az, hogy mi voltunk csak, hanem van az ősihez nekünk erősebb a kapcsolatunk és a csatolódásunk. Akkor, hogy lássuk, hogy a nőket is tiszteljük, legelső magyar régésznőről szeretnék néhány szót szólni, Torma Zsófiáról, aki nem a tatárlakai, hanem a tordosi ásatásoknál működött közre, és úgy indította a működését, hogy megvette a falu fiatal embereitől azokat a cseréptöredékeket, amelyel ők a lányokat ijeszgették, mert rájött, hogy valami olyan jelek vannak rajta, amelyek nagyon fontosak. És hát ennek kapcsán egy hatalmas gyűjtemény alakult ki. Ugye, hol van eltemetve? Hát ugye mi elmentünk, ezt a fényképet én készítettem, a Torma családnak a síremlékét sikerült megtalálni Csicsó keresztúron. Tehát nem Szászvárosban kell keresni, ahol mindenki szokta, mert ugye, hogy ott élt, hanem bizony itt van a családi kripta, és hát egy nagyon, a magyar nyelvet nagyon rosszul beszélő öreg házaspár segített ott nekünk megtalálni a temetőben a Torma család síremlékét. Itt látható Torma Zsófia gyászjelentése, ami azért lényeges, mert ennek alapján meg lehet állapítani, hogy általában rosszul idézik az ő születési idejét, mert ő 1831-ben született, hogyha 1899-ben lefolyjuk a 68-at, akkor kijön, hogy mikor született. Mégis a legtöbb ilyen, akár Edithnél kapható könyvben is az 1940-es év szerepel. Hát erre mondom azt, hogy alapos kutató munkára van szükség, mert azért két számot kivonni még szerintem a legelvadultabb bölcsész is képes. Tehát azért ez, erre azért oda kellett volna figyelni. Ezt írom itt le, amit már az előbb elmondtam. Ami ezen az oldalon még rajta van és fontos, hogy
Torma Zsófiának a családja is, minden tagja régész volt, csak nem azon az oldalon. Ugye, és ezért komoly vitái voltak apjával és testvérével is. És ugye az is érdekes dolog, hogy a testvére révén azzal a Viktor Babessel is családi kapcsolatba került, aki ugye most úgy mondjuk, hogy Bolyai Babes Egyetem, aki névadója lett ennek a Kolozsvári Egyetemnek, és hát azért az tudni kell, hogy egy elismert tudós volt ez a bakteriológus, hogyha jól emlékszem. Mit mondott Torma Zsófia, és miért van az, hogy őt a románok most is tisztelik? Tessék elgondolni, egy ilyen fantasztikus dolgot kikutató és összeállító. Azért, mert ő annak idején a dákokat belevette ebbe a történetbe, és hát ugye itt nem pontosan ugyanúgy kell érteni mindent, amikor a dákokról, vagy akár a turányokról, vagy a sumerokról beszélünk, hiszen ugye ez is nagy problémát okoz, hogy a legelején az akkád alatt, tehát amit most hivatalosan asszír-babilonnak, séminek gondolunk, pont a sumert értették, tehát Jules Hopper és Rawlinson, ezeket még így írja le a kezdetekkor is. Ebből van az óriási kavalkád, hogy most mi is az akkád, tehát akkor, amikor ilyen dolgokról beszélünk, először is el kell mondani, hogy egy szón mit értünk. Emlékszem rá, hogy például a Demokrata című újság, ahol hát nem az híres, hogy ezt a sumert kérdést annyira ismerő újságírók lettek volna, például ebből ilyen személyeskedő vitát provokáltak, mert nem tudták megmondani, hogy mikor gondolják, hogy az az akkád. Egyik ezt értette rajta, a másik nem, hanem a sumert. Tehát itt nagyon kell vigyázni, és rengeteg olyan dolog van, amire nem figyelünk oda, nem tudjuk, hogy mikor ki mondta, akkor már is bajba jutunk, és ez szerintem annak a ködösítésnek az eredménye, mert minden ilyen fontos területnél valahogy bekövetkezik. Tehát itt mi volt a lényeg, amit Torma Zsófia mondott, és ami nekünk nagyon fontos, hogy az ő meglátása szerint a magas kultúra az a turáni népek révén, tehát a mi őseink révén került Európába, és ugye majd mutatok térképet, ennek egyik nagyon fontos állomáshelye Erdély, illetve ez a Kárpát-medencei régió le egészen a Nándorfehérvárig, ugye a mai Belgrádig. Ugye Belgrád is Fehérvár, hát hogy mi lett a neve, Beográd, ugye hát az is Bieligrád, hát az is Fehérvár, tehát ezek mind fordítással létrejött nevek. És hát ugye az ősmagyar írást is a mezopotámiai írásrendszerből származtatta Torma Zsófia, és ezt a monarchia akkori vezetői nem igazán vették jó néven. Itt van az a térkép, amit ígértem, több térképet sikerült azonos léptékűvé varázsolni, és hát annak az útjait egymás mellé helyezni, és ezek szépen kiegészítik egymást, azt mutatják, hogy nem csak az Eufrátesz, hanem a Tigris folyótól indulva is el lehet jutni, ugye mondjuk azt, hogy a tengeri utat is belekalkulálva egészen Erdélyig, vagy ugye Vincsáig, és az három variáció is van, a Fekete-tenger partvidékén, a Maliza folyó mellett, illetve hát egy kicsit ugye a mai, most már azt mondanám, az egykori Jugoszlávia területén így egyszerű mondani, és ezek aztán ott valahol Belgrád alatt összeérnek ezek az útvonalak, és onnan bizony hol a Dunán, hol egyéb utakon haladva el lehet jutni Tatárlakáig is, Tordosig. Tehát megvan a kapcsolat, csak ezt nem egy térképen szokták bemutatni. Makka Jánosnak köszönhetjük, hogy ezt sikerült megoldanom, mert ő adta meg ehhez a legtöbb segítséget, és a nagy részét ennek elkészítette. Ugye, hogyan néz ki egy rékurát, egy rekonstruált, és hogyan ábrázolták ezt a művészek. Tehát ezzel is szeretném érzékeltetni a fantáziának a szerepét. Ugye a Bábel tornya, hogy ez ugye az égig megy, és ugye hát arról szól a történet, hogy az Istennel ugye szeretnének vetélkedni ezek a hősök és Nimród is. Ott van egy sokkal egyszerűbb és olyan magyarázat, ami az alázatot mutatja, hogy azért épített tornyot, hogyha jön megint egy özönvíz, akkor oda fölmenve a emberek túlélhessék azt. Ugye ez mennyire szebben hangzik? Tehát nem kell itt mindig a negatívumokat taglalni, hát sajnos a Biblia a mi ősünket nem igazán pozitív megvilágításban mutatja, pedig lehetne. Tehát itt a kérdés sokkal összetettebb. Jó, néhány idézet is mondtam. Itt bekeretezve tulajdonképpen ez a fontos kulturális központ látható, amely, mint mondtam az előbb, a
Berrád alatti résztől Nándorfehérvártól kezdve egészen Szegvári a Kökindombig, tehát felmegy a mai Magyarország területére is, ahol ilyen nagyon érdekes és ősi leleteket találtak. Tehát ez az a kultúrközpont, amit így lehetne, hogy Tordos Vincsa, hát ugye most már a Tordos kezdik lehagyni, most már csak Vincsa, mert a szláv, ugye ez a szláv fennhatóságnak a dolga. Na, most jönnek, gyorsítunk és képeket nézegetünk, azért nem lesz mindig ilyen száraz. Orsó nehezések és hálósúlyok, ugye, ezeket is szépen gyűjtögette Torma Zsófia. Azért érdekes, mert például a bal felső esetében mindenféle jeleket látunk rajta, amelyeket természetesen a székely magyar rovásírással is igyekeztek kapcsolatba hozni, de az én meglátásom szerint csillagkép, csillagtérképről is szó lehet. Itt vannak az edény töredékek és aljak, hát megint nagyon szép mintázatokat látunk, úgynevezett svasztika, ugye hát ezt valahogy hivatalosan így kéne mondani, tehát ez a körkereszt, meg hogy az élet beindulását jellemző jelkép, amelyet sajnos a később ilyen, úgy mint a vörös csillagot, bizonyos politikai irányzatok sajátítottak ki, és ennek köszönhető, hogy amikor a másik irányzat került hatalomra, ezeket betiltotta, volt ezek ősi jelképek, ezeknek semmi közük a politikához, de sajnos így van, hogy mi is mindig rövid távon csak azt látjuk benne, pedig hát ez, és aztán azon is lehet vitatkozni, hogy merre forog ez az életkerék, jobbról balra, vagy balról jobbra, hát erről is óriási szakirodalmat lehet olvasni, és pozitív, negatív jelzőket hozzá. Cserépdörekékek, megint csak, hát itt már kisebbek, most az a baj, hogy ezeken általában egyel van, most egyelet bármelyik kultúrkör, bármelyik ABC-jéből tudunk találni, amelyik hasonlít rá. Tehát ha nem összefüggő, hosszabb szövegekről van szó, akkor bizony nehéz megmondani, hogy mihez kapcsolódik. Egy biztos, hogy nagyon szépek, és valamilyen jelképrendszernek a részesei. És hát ugye, hogy melyik kultúrkörben vannak hasonló jelek, ezzel kapcsolatban Falkensteintől kezdve Makkai Jánosig sokan kutakodtak, és hát Torma Zsófia hagyatékában is találunk ezzel kapcsolatosan adatokat. Látható, hogy a tordosi, a tatárlakai és a mezopotámiai jelek világában milyen párhuzamokat találtak ezek a kutatók. Ugye a legalsóra ránézünk, az nyilvánvalóan egy állatfej, mondjuk azt, hogy bikafej, és ugye ez valóban megtalálható, és az a lényeg, hogyha ezt, ahogy mondtam, geometrizáljuk, akkor már is akár eljuthatunk a rovásírásunk ek jeléhez. Tehát itt azért nagyon könnyű következtetésekre jutni, de ahogy látjuk, bizony nagyon érdekesek ezek a jelcsoportok. Ugye azért azt tudni kell, hogy a tordosi és tatárlakai jelek azok nem egészen a klasszikus székely magyar rovásírás jeleihez passzolnak. Hát ugyanaz a probléma, mint a nagyszentmiklósi kincs, meg a szarvasi tűtartó esetében, hogy az egy speciálisabb jelkészlet, vagy esetleg egyéb jelekkel kibővített, tehát nem lehet úgy elolvasni. Persze vannak megszállottak, mint Pataki László, akit nagyon dicsérnek mindenütt. Nekem volt lehetőségem a hagyatékát áttanulmányozni, miután nem él már a halottakról vagy út, vagy semmit, de akit érdekel, az egész élet pályájának a dolgait, a Tények azonban Makas dolgok című művemben leírom. Nagyon érdekes és nagyon tanulságos, és még szórakoztató is. Tehát az ilyen előadásokhoz képest, mint amit én is tartok, nem annyira tudományos, de nagyon szórakoztató. Tehát ajánlom mindenki figyelmébe. Ezt egyébként Mandis Györgynek a 2000 oldalas Robot Múltunk című könyve alapján merem mondani. Ugye hát tudni kell, hogy ez a 2000 oldalas könyv elég hosszú. Én úgy tudom, hogy országban négyen olvasták el. Az egyik én vagyok, a másik a szerző. A harmadik pedig az a Varga Géza, aki ellenkönyvet írt róla, mert úgy érezte, hogy nem eléggé pozitívan értékelik az ő munkásságát. Tehát ilyen az élet. Tehát azt mondom, hogy ehhez képest nekem egy picit szerencsém van, mert az én könyveimet azért ennél többen olvassák. Az egészen nem egészen úgy, mint mondjuk, hogyha az Alexandra mutatja be. Na nézzünk, még tovább jeleket. Ugye a Schliemann
családdal nagyon jó kapcsolatot ápolt Urma Zsófia, tehát a trójai feltárásokról nagyon sok mindent tudott, és hát emiatt ugye ő kereste a jelek közötti párhuzamot is ebben kultúrköröknél. Én azt mondom, hogy itt feltehetően számokkal kapcsolatos jeleket látunk, mert mi úgy érezzük, hogy ezek a különböző függőleges és vízszintes vonalak inkább ezt a részét hangsúlyozzák, de ennek nincs különösebb jelentősége. Ugye itt ez a Gemdetnász, ugye hát ez is az egyik elnevezése annak a domnak, ahol feltárásokat végeztek. A Knossoszi, tehát mondjuk azt, hogy a krétai kultúrkör jeleivel és a tatár lakaival van itt összevetve. Ugye hát helyesíres hibák mindenütt előfordulnak, ezt én mindig ki szoktam emelni. Saját magamnál is találok természetesen, és ugye ez a jó, hogy ha az ember ilyen dolgokkal foglalkozik, akkor meg kell ott köszönnie, hogyha kijavítják a hibáit, mert akkor abból lehet tanulni, és a következő kiadásban már jobb lesz. Ezért örülök, hogy én megkapom a kritikát, mert én is kritikus hangú vagyok. És akkor ugye Érdi Miklós könyvéből még egy ilyen vegyes ábrát látunk, ennek a együttesében a legalsó részt emelném ki, hogy egy nagyon szép kézi rajzzal készített vázlatot látunk a tordosi őstelepről, tehát hogy ott ugye leomlott a fal, és akkor ott hogyan kerültek elő ezek az ősi tárgyak, ennek a megörökítését látjuk. Keresztek, hát erről már nem is mondok semmit, hát mennyi minden gyűjtött össze ez a Torma Zsófia, ugye Érdi Miklós könyvéből van, és ugye most térjünk át a másik leletre, Tatár lakai feltárásra, ahol sajnos is ezt el kell mondanom elsőre, az egész problémakör ebből adódik. Sokáig nem találtak semmi izgalmasat, és éppen ünnepeltek Vlasza Miklós főrégésszel, amikor nem annyira képzett személyek megtalálták ezeket a feliratos kis tábláskákat, és hát mit tesz Isten, nem megfelelően rögzítették ugye a leírásban a rétegeket, hogy melyik rétegből került elő, és ezért nem sikerült tisztázni a radiokarbonos méréseknek a eredményei kapcsán sem, hogy végül is ez most ezer évvel hidébb vagy odább van. Tehát itt történt valami emberi mulasztás, ami hát érthető, hogyha valaki hónapokig dolgozik, akkor ezt egyszer azért egy születésnapot csak megünnepelhet. Tehát azért nem áll le a munka. És ez bizony nagyon sokáig és a mai napig is érezteti a hatását, és a bizonytalankodás terjesztők ezeket érként szokták felhozni. Ugye ez nagyon lényeges dolog. Ez 1961-ben történt egyébként. Sajnos Lassa Miklós is, akinek az édesanyja magyar asszony volt, ő is viszonylag fiatalon meghalt, és amikor újra nekiállt ezeknek az anyagoknak is rendszerezni próbálta, akkor aztán ez már ez a dolog elsikkadt. Ugye? Sokáig a Kolozsvári Történeti Múzeumban voltak kiállítva ezek a leletek. Én úgy láttam annak idején, hogy egy ömlesztett szekrényben annak feltüntetése nélkül, hogy melyek ezek a számunkra fontos tárgyak, ott voltak ezek is. Tehát igazán nem igyekezett a román múzeum vezetés ennek különösebb hangsúlyt adni, de majd mutatok később erre is képeket. Kiderült, hogy azért van egy bizonyos fokú igyekezet, hogy ők sajátjuknak, tehát a románsághoz kapcsolódó leletnek mutassák be azokat. Ugye vannak rajta jelek, amelyek a székely magyar rovás íráshoz is kapcsolhatóak, de nem mind. Tehát ezt azért kell elmondanom, mert van, aki szereti kapásból ezeket elolvasni. Azonban ez sem biztos, hogy tökéletes dolog. Nyilvánvalóan az eny, a gyíj, a satöbb érdemes ki fog térni, az ott van, de hát a dolog nem ilyen egyszerű. Egyet viszont állíthatunk, hogy úgy néz ki, hogy hát Európa és a Kárpát-medence legősibb írás emlékeiről van szó. És hát ugyanúgy, ahogy Szent Katornai Bálint Gábor munkásságát, vagy Kőrösi Csoma Sándor munkásságát, hát így Szent Katornai Bálint Gáborét, meg Torma Zsófiát is igyekeznek agyon hallgatni, pedig nagyon nagy jelentőségű munkákat tettek le az asztalra. Na hát Erdély Istvánnak a segítségével sikerült ezt a baloldali fotót Magyarországon megjelentetni. Ugye láthatók, ugye mutattam előbb, hogy itt a rovásírás zéjele, figyelhető meg mellette az eny, ugye itt van a kettős kereszt, amelyik a rovás gyéje, tehát nyilvánvalóan vannak azonnal
tökéletesen azonosítható jelek, de például ez a jel már csak nehezebben magyarázható székely magyar rovásírásként, mert ugye egyrészt el van forgatva 90 fokkal, és ez a P, ez a három vágó, hát ez azért itt inkább egy üstre hajaz, amelyikből felszáll a füst. Ugye, tehát azért itt nagyon észnél kell lenni, hogy jelképet gondolunk bele, vagy pedig valami írásjelet. Na most a Toránnak a címlapján így jelent meg, ugye a jobb oldalsó részen ez a három mellett, és itt valaki, nem tudni miért, elkövetett egy hibát, a korongot felnagyította kétszeresére. Most ezt nem nagyon vettük volna észre, mert hát nincs olyan különösebb jelentősége, de majd kiderül, hogy egy olasz kutató pont ennek a kapcsán jutott valamilyen eredményre, és ebből óriási vita alakult ki, mert mindenki azt hitte, hogy a korong az kétszer akkora, mármint átmérőben, mint a másik két táblának a szélessége, és hát ez is megint azt a precizitást, hiányt mutatja, amiről én sajnos elég sokat szoktam beszélni, mert ezeket jó lett volna elkerülni. Na itt vannak a méretek, tehát az írjom le, hogy látható, hogy a korong átmérője az körülbelül, tehát ilyen milliméteres eltéréssel megegyezik a téglalap alapú tábla szélességével. Tehát ez a valóság. Ugye, tehát láttuk az előbb, hogy a baloldali kép az a valóság, ahogy a kiállításon lefényképezték, és a jobb oldali pedig az a változat, ami a Turán címlapján, mint szenzáció, megjelent valamikor a 80-as években. Ez már megvolt, és ugye itt jön az az érdekesség, hogy egy másik könyvben pedig lecsökkentették felére a méretet. Tehát úgy tűnik, mintha a korong kisebb lenne, jóval a téglalap alakú táblánál, és hát ez se helyes, habár amit a következet is leszűrtek, hogy ez világmodell is, azzal egyetértettünk. Ebben nem megyek bele, mert ez megint messzire vezetne, és most jön az a dolog, amit el kell, hogy mondjak, egy Marco Merlini nevű olasz kutató, az a két jeleket, feliratot is tartalmazó egységet, tehát a táblát és a korongot fedésbe hozta, és ennek alapján szűrt le csillagászati következtetéseket. Ugye a Kos csillagképet ezt oda helyezte a kettő találkozásához, tehát én azt írom is ott, és hát érdekes csillagászati üzenetet olvasott ki, ez az, ami engem is elindított, hogy kutakodjak ezen a vonalon. És ugye egyszer reggel megálmodtam, hogy mit kéne csinálni, és érdekes módon ez magától is ugrik. Tehát az alsó-tatárlakai korongnál arra jöttem rá, hogy hoppát, ez a félcsillagoség térképe, így ahogy jönnek ezek a formák. Ugye berajzoltam elég jól látható módon, tehát itt a romás zéje formája, ez itt tulajdonképpen az auriga vagy szekeres csillagképtől egészen a nyilasig a félcsillagos eget rajzolja ki. Tehát azt, amit egyszerre lehet látni, tehát összhangban van a valósággal. Tehát nem csak az emberi agyban megszületett spekuláció, hanem valami a természethez kapcsolódó dolog. És meglepő módon ugyanabban a sorrendben jönnek. Jó, itt persze lehet kötözködni, hogy ezek a formák így meg úgy. De valaki elővesz egy csillagászati könyvet és megnézni, hogy az egyes csillagképeket milyen részletességgel rajzolták le és hogyan, akkor rájön, hogy ott is azért megvannak bizonyos jellegek, de azért nem tökéletesen működik ez a dolog, tehát benne van egy kis szubjektivitás. És ugye miért volt ez érdekes? Mert ha ez igaz, és azt is elfogadjuk, amit már Merlini is felvetett, hogy itt kell valahol a Kos csillagképet, tehát a március 21-ét, a tavaszpontot keresni, vagy annak a jelzését, hiszen annak idején nem január 1-én kezdődött az év, aminek semmihez semmi köze, ez egy tipikus ilyen városi emberek által kitalált őrület, plusz még ugye a tizenvalahány napos naptár elcsúszás, hogy Romániában kétszer ünneplik a karácsonyt is, meg az új évet, tehát az emberi butaságnak a csúcs teljesítménye egyébként. Egy jó van benne, hogy két nap nem kell dolgozni. Tehát persze nem egészen így volt Romániában, megbeszélték a magyarok és a románok, hogy mindegyik a saját karácsonyán hazamehet, és a másik karácsonyán meg akkor dolgozik helyette is. Tehát azért ügyesek az emberek, megoldják az ilyen problémákat. Tehát mi ennek az egésznek a lényeg? Hogyha elfogadjuk, amit Merlini mondott, hogy itt a Kos csillagképnek a üzenete ismerhető fel ennél a pontnál, akkor elvileg azt is meg lehet mondani, hogy mikor készült a korong.
ugye, aki hallott már a precesszióról, tehát arról, hogy a föld tengelye az nem merőlegesen áll, hanem ilyen imbolygó mozgást végez, mint a bugócsiga, és emiatt minden év tavaszpontján, tehát március 21-én, mondjuk délbe vegyünk egy időpontot, nem egészen ugyanaz a csillagkép, csillagállás van a nap mögött, hanem van egy kis késleltetés, akkor ez bizony a készítés időpontjára utaló üzenetet is tartalmazhat. És ezt nem én találtam ki, hanem ezt jól ismertek, a középkorban is ez egy elismert dolog volt, és lehetett így időben is nyilván tartani adatokat. Ugye, és akkor ennek alapján értjük, hogy ez a leosztás, hogy aranykor, ezüstkor, rézkor, vaskor, stb. Ez hogy működik, és ebbe is benne van az úgynevezett ciklikusság és ismétlődés. Csak ugye ezek más évszámmal működnek, ugye a Kálió esetén 100 000 éves nagyságrendekről beszélünk, ugye ez a hindu kultúrkör esetében van így. Ennél a precessziónál meg egy ilyen, mondjuk azt, hogy ilyen 26 000 éves ismétlődésről, mert akkor ez az elcsúszás körbeér. És akkor megint pontosan úgy áll a dolog. Hát aki foglalkozott az egyiptomi kultúrával, azt tudhatja, hogy a Nílus áradását is a Szíriusz feltűnésével, az égen való feltűnésével hozzák kapcsolatba, tehát ez valami ősi tudást jelent. És akkor ugye ez az ábra volt már, itt mutatom be, hogy mely csillagképek azok, most le vannak írva a nevek, tehát a szekeres, a hidra, vagy északi vízikígyó, és akkor ott benne azok a kis bevágások, a rák, a szextárs, a serleg és a holló, de a lényeg a számunk, hogy a nyilas, amely a magyarság csillagával is ugye összefüggésben van, és ugye a kígyótartó, egyebek, tehát ennek megvannak a megfelelő nevei is, ezt írom le itt még egyszer, és a megfelelő sumer neveket is mellé teszem. Miért? És most jön az egészbe a következő megdöbbentő esemény, hogy úgy tűnik, hogyha ezeket a jeleket, amelyeket látunk a korongon, ezeket ősi mezopotámi jeleknek véljük, akkor pont azon csillagképek nevei olvashatók ki belőle, amelyek itt nagyon fontos szerepet játszanak. Tehát a nyilas csillagkép, ugye a Pablisszág, ott van Sumirva neve, vagy a hidra, mutattuk azt a hosszú kígyózó valamit, ugye? Tehát ennek a leképezésről van szó, ami azért a valóságban egy kicsit hosszabb. És ugye az egész időszámítási lehetőséget lehetővé tevő koscsillagkép, amely jelzi az év indulását. Tehát ezek meglepő módon szépen összejöttek, és itt mutatom, hogy ezek a jelek milyen alakban vannak benne, például Labá, René Labá szótárában, és ez mind ugyanazt a dolgot erősíti, mint amit eddig elmondtam. És ugye ezért erősebb egy picit az, amit mi mondunk, mert itt több irányból is ugyanarra az eredményre jutunk, tehát kevesebb a szubjektivitásnak a gyanúja. Ugye ezt variálom itt még tovább, nem érdemes ebbe belemenni, akit ez érdekel, az majd a Tatárlakai Csillagóra című könyvemben el tudja olvasni. Még egy dologra térnék ki, ezt én nem vettem be a vizsgálódásba, de ez is egy jó út, amit Bíró József és Sipos Erzsébet nevével fémjelezhetünk, hogy a Szabír név is kiolvasható ezekből a jelekből, csak itt ugye az a nehézség adódik, hogy itt át kell lépni ezt a keresztet, tehát nem egy negyedben van ez, hanem két negyednek a jeleit egymás mellé téve, de ezt se szabad elvetni, mert ugye ez a Szabír vagy Szubír, Szubil ki elnevezés a mezopotámiai kultúrában, Mezopotámiának a neve, főleg az északi résznek a neve volt, tehát ennek is van konkrét jelentése és tartalma, ha valaki a szótárakat alaposan tanulmányozza, és nem áll meg az első néhány jelentésnél, hanem az odaillő, a tévában odaillő értelmezést választja. Ugye, és akkor még egy kicsit tovább mennék, ez már a kérdés továbbragozása, hogy ha elfogadjuk Jankovics Marcelnek a felvetéseit, akkor tulajdonképpen ezek a csillagképek, amelyek a korongon vannak, ezek akár az égi szarvasvadászat történetét is felidézhetik, és hát ugye ezt erősíti meg a másik tábla,
ahol természetesen ugyanezzel a módszerrel csillagképeket, egymás után következő csillagképeket sikerült találni, és ugyanúgy néhány csillagképnek a sumer megfelelőjét is. Ugye itt egy kicsit egyszerűbb a helyzet, de hát látható például, hogy ez a bika fej, ez a bika csillagképre utal, az Orionnak a formája, ugye hát azért eléggé az egyik változatot tükrözi, és ez a sokágú csillag pedig, ugye ez tényleg kinézetre is ilyen, ez a plejádok, az Istenek szülőhelyének a csillagképe, tehát ezek is ugyanazt a technikát követve hasonlóan eredményesen értelmezhetők, tehát a csillag és azokhoz kapcsolódó ősi mezopotámiai jelek. Tehát valami olyan összefüggés van ebben, amelyet leginkább úgy lehetne megfogalmazni, hogyha tanítani akarunk mondjuk a papképzőbe vagy az írnokiskolába valakiket, és úgy szeretnénk őket tanítani, hogy kicsit játékosan, hogy dolgok összefüggéseiben, úgy, mint a füles, vagy ilyen rejtvényújság, akkor ez egy nagyon jó módszer arra, hogy egyszerre a csillagászatot is, és az írást is tanulják. Én így fogalmazom ezt meg, mert az az elképzelés, hogy ezt nyakba hordták, és ilyen amulett volt, azért nehézkes, mert azért egy több mint 6 cm átmérőjű adagtárgyat, ami vastag, hát nem olyan kényelmes hordani. Az, amit aztán fémként árulnak és terjesztenek, ugye ez az emberi variálás és fantázia a szülemény, ami már fele akkora és tényleg erre való, az már így van, fémből készül, és ez nem is olyan súlyú, de tessék meg otthon kipróbálni, hogy mennyire kellemes a bőrnek, hogyha így hordják, hát azért akkor nem egészen úgy volt, mint majd mindenféle ilyen vízhatlan ingeken keresztül hordunk dolgokat, meg a csúcsa ennek a nyakkendő, ami szerintem a férfi ember húsba kötésének az eszköze. Mind a két változata. Na, hát ugye a szarvasvadászat, ugye azt képzeljük, hogy ha valaki íjaz, akkor le akarja lőni a szarvast, az áldozatát. Most ezt hozzáteszem, hogy az égi szarvasvadászaton nem oda céloz a hős, ugye itt látható, hanem valahova máshova, és úgy néz ki, hogy pont a plejádokra, a termékenységnek a csillagképére, ahol az istenek is születnek. Tehát ez egy beavatás, egy meditációs jelzés is, és ezt nem kell ilyen harcos formában fölvetni, és nem kell azt gondolni, hogy itt mindenféle veszélyt jelent a Szaturnuszra, amely a sémi népeknek a csillaga, hanem itt meditálásról, beavatásról, vagy őshazakeresésről is szó lehet. Tehát ezt pozitívabban kell elgondolni. Jó, hát ezt már elmondtam. Nézzük meg, hogy a mai részletes csillagtérképeken hogyan látjuk például az Oriont. Ez még egy becsületes munka. Általában már kevesebb csillagot rajzolnak egybe. Itt még az ővcsillagok is jól láthatók. És ugye érdekes, hogy ahogy kijelölik ezzel a határvonalon azt a területet, ahol még a Orionhoz tartozó égterületet vizsgálják. Tehát itt is látszik, hogy azért van egy kis szubjektivitás, hogy mettől meddig gondoljuk ennek annak, de meglepő módon, ugye, és hát nem azt mondom, hogy a világ minden pontján, mert az északi féltekéről más csillagokat látunk, mint a déli féltekéről, mi az északit szoktuk vizsgálni. Hát bizony nagyon sok nép, északi féltekén élő nép hagyományában ugyanazok a történetek jönnek elő, ugyanazok a csillagképek a fontosak, és hát ugyanúgy attól függ, hogy északabbra vagy délre vannak, ugye a nap és a holdtisztelet is ennek megfelelően kap bizonyos jelzőt. Na hát, hogyha már itt vagyunk a közelben, akkor a Pilisnél is ugye elkezdték keresni kutatótársaink az Oriont, ugye Aradi Lajosnak az egyik kedvenc előadása, két előadást is szokott erről tartani, és azt mondja, hogy akit érdekel a poén, az jöjjön el a másodikra is. Ugye hát ő egy kicsit színésiesebben szokta ezt megfogalmazni. Mindegy, hogy egy ilyen kiránduló utat is kitaláltak, hogy az Orion vonalainak a végigjárása, ugye Lepencétől Pilis-Szentlászlóig, Klastrompustától Pilis-Szentlenekig, tehát itt mind olyan pontok vannak, amelyeket meg lehet jelölni a Pilisben, és ugye hát itt
emlékezzünk csak rá, hogy az egyiptomi piramisoknál is azt mondják, hogy ez az Orion öve, és ott is a Sirius és az Orion nagyon fontos szerepet játszik. Ugye azért az Orion nagyon jól látható a téli időszakban, mindenki fel tudja ismerni, annyira adja magát, tehát nem csoda, hogy ennyien foglalkoztak vele. Megfejtési kísérletek, nem fogom ezt végigmondani, mert sokan amúgy is ismerik, és rengetegféle variációi van, vannak ennek. Ugye az egyik legközismertebb Baninyós Ferencnek az imája. A rovásírásos változat is fontos, ebben most nem mennék bele, mert ez megint csak sokáig tartana, de azért tudjuk azt, hogy Baráth Tibor is úgy gondolta, hogy csillagvizsgáló eszköz, tehát ilyen szempontból egy hullámhosszon vagyunk. És ugye aztán jönnek a szláv kutatók, ugye Kifishin azt mondja, hogy az őslávok üzenetét lehet belőle kiolvasni, és ugye most jön az érdekesség, hogy miért van ez, hát most egy érzékeltetni szeretném, hogy mennyire nehéz, hogyha kevés adat áll rendelkezésünkre és egy féleképpen vizsgálódunk, ugye mit látunk itt? Lófejet, igen. És most? Na hát, tetszik látni, hogy ennyi csak, hogy egy kicsit elforgatom, és már egészen más van. Na hát körülbelül ez az az érzéki csalódás, amit a írásokkal, jelekkel foglalkozó emberek is át kell, hogy éljenek. Tehát nagyon alaposan körbe kell járni, és nagyon le kell ellenőriztetni, hogy mit mondunk, és akkor vagyunk jó úton, hogy több irányból is ugyanoda jutunk. Tehát ennek az egész íráskutatásnak ez a lényege. Jó, és akkor itt van Baninyós Ferenc táblázata, amit én is nagyon nagy tisztelettel fogadtam, és sokat tanultam belőle. Tehát itt van, amikor elcsúszik az olvasat, keveredés van, egyszer magyarul olvas, egyszer máshol, tehát nem a módszert annak a csúcs teljesítménye ez. Tehát ezt inkább úgy kell felfogni, mint a magyarság tudatát erősítő értelmezés, de hát azért ezt egy íráskutatói csapat, vagy a hivatalos tudomány elég keményen kritizálná, hiszen hát nem illik összekeverni a jeleket és elcsúsztatni, sorokat kihagyni. Tehát magyarul ez egy rehány munka, de nagyon szép az eredménye. Na, így kellene megfogalmaznom. Akinek nem tetszik, sajnos ez a valóság. És ugye ezt írom itt le, hogy ez a fajta alázat, amire minket próbáltak nevelni, hogy nálunk a hármas jó jegy volt, az eltér meg a négyes egy nagyon rossz jegy. Hát azért ez valahol itt a munkában kijön, hogy mi elviseljük azt, hogy nem tudunk mindent, meg beszólnak, hogyha hibázunk, és nem is baj, mert így tovább lehet jutni. És akkor még visszatérnék, ugye Mandics György munkája alapján, hogy a románok miket találtak ki ezzel kapcsolatban. Hát ezek a fantasztikus nevek, mint hogy Iaconu, és Tonciulescu, és Barbalescu, és így tovább. Ő sumer nyelvűnek vélik, de ősrománok készítették. Ősrománok, tehát nem dákok, hanem ősrománok. És ez a Roska nevű, azt mondja, hogy egy sumer román szótár, olvasatok, és ugye Dulkup pedig azt mondja, hogy a románság itt élt mindörökké a Kárpát-medencében, és ezen írás alapján, hát nyilvánvaló, hiszen ez bizonyítja, hogyha az ott románul van, akkor ez így van. Tehát a Román Írástudomány Története című műben, ez Nikolaj Jorga teljesítményét is nagymértékben túlszárnyalja, aki kitalálta a dáko-román kontinuitást, elfeledkezve arról, hogy a terület több évtizedig üres volt, tehát a két népcsoport nagyon nehezen találkozhatott és szaporodhatott, hogyha hát kihalt terület volt. De hát ezek részletkérdések, ezzel nem kell foglalkozni a mai világban, a román iskolában itt tanítják, ma is. Ugye, és hát ugye ezzel kapcsolatban a székelységre is sikerült találni valami negatívumot, most nem akarom ezt se tovább ragozni. Egy viszont biztos, hogy viszonylag becsületesen jártak el, amikor a tatárlakai bekötő út mentén kialakították ezt az emlékművet. Ugye a három lelet, tehát a kör alakú korong és a két tábla van ott, és az van odaírva, hogy az emberiség legősibb írás emléke, tehát itt nincs román írva, és hát én magam is láttam, hogy ez tényleg egy becsületes hozzáállás. Csak egy kérdést kell itt föltenni, és ez magunkra nézve szégyen, hogy amikor ezt átadták, egyetlen magyar szervezet sem képviseltette magát ezen az ünnepségen. Vajon miért? Pedig hát arrafelé azért közelben laknak magyar anyanyelvűek, és hát ugye a románok pedig azonnal ráálltak erre, és a díszítő művészetek jelképei kapcsán is elkezdték keresni mind a tordosi
ugye Torma Zsófia gyűjtemény kapcsán is. Tehát megtették azt az egészséges néphez méltó cselekedet, hogy, tehát, hogy megpróbálják a saját múltjuknak az erősítésére felhasználni, és lám, mi még ennyit se tettünk meg, hogy oda mentünk volna, és kiharcoltuk volna, hogy legyen ott egy magyar, meg egy német nyelvű felirat, hiszen ezek a népcsoportok bizony nagy számban éltek Romániában, kivéve addig, amíg Ceausescu kemény német márkáért el nem adta őket, ők pedig éltek az alkalommal, és kiköltöztek Németországba. Hát ezért most már kevés száz található Erdélyben. A magyarokkal is hasonló terveik voltak, ugye a falurombolási program is erről szólt, de valami isteni csoda Ceausescut egy kis puska segítségével magához szólította az égbe, és így a falurombolási programnak vége lett. Tehát ezt megúsztuk. Végre egyszer megúsztunk valamit. Ugye, jó, ez a Christescu, ő volt az, aki a román sumer szótár megalkotója lett pont ezen jelek alapján. Hát fantasztikus terjedelmű szótár, 100 eleme van. Hát egy átlagember azért több ezer szót használ, egy kis szótárban 20 000 szó található, hát azért 100 szóval nem nagyon lehet még beszélgetni, de ő azt mondja, hogy ez egy fantasztikus teljesítmény. Ez a Pesic nevű, most ugye mindenképpen mondhatjuk, hogy a szerb-horvát területhez tartozó kutató, pedig azt mondja, hogy etruszk ABC-vel készült, de szerb nyelven kell olvasni. Hát ha ő, akkor ezek szerint inkább szerb, így látja, akkor látjuk, hogy mennyire mindenki szereti a saját múltját erősíteni a kutatók közül is. Tehát az a fajta szubjektivitás, amit én a bölcsészettel kapcsolatban elmondtam, az úgy néz ki, hogy nem teljesen megalapozatlan. Ugye ebben magunkat is bele kell értenünk, ugye egy kis önkritikával. Jó, vannak párhuzamok is, most egy kicsit belehúzok, mert most már a lényeget megismertük. Tehát ez azt jelenti, hogy mindjárt mutatom is, hogy itt a korong, és ugye Észak-Portugáliában találták ezeket a korongokat, illetve hát tárgyakat, és ezeken is olyan jelek vannak, amelyek hasonlóak. Tehát feltételezhető, hogy ez az eljárás, hogy csillagtérképet próbálnak köralakú tárgyakra felvinni és megörökíteni, hát ez szokásos dolog volt annak idején. Ugye ez a lószerszámdísz pedig ugye hát ez az életfa, a tejút és az azzal kapcsolatos íjas személy, a szarvasvadászat motívumát hozza elő. Sepsiszentgyörgyön találták ezt a neolitikus korongot, ugye ez sokkal egyszerűbb mintázatú, de hát ez a kedves ottani kutatótársunk azt mondja, hogy 88 lyuk van rajta, és hát ez ugye a negyedév hétköznapainak a száma körülbelül. Tehát mit akarok ezzel jelezni, hogy itt is csillagászati dologra próbál utalni, és ugye a másik az a 4/4 osztott korong, hát ez meg már ismerős mindjárt számára. És akkor ugye a pristinai korongon, amelyet ugye egyesek Nyugat-Romániába tesznek, holott ez Koszovó vidékén található, hát ezt is ugye nyilvánvalóan ugye a románok akkor megpróbálják kisajátítani. Itt is ugye a középen látható köralakú tárgyak esetében hát ugyanarról van szó, mint a korongon, a mi elképzelésünk szerint. A Bulgária területén is került elő egy ilyen korong Karanovóból, amelyet csillagtérképként értelmeztek, és ugye ezt nem mi csináltuk, hanem ez a Flavin nevű kutató. Ugye egy helyen van, ahol én oda tettem a kérdést, hogy két csillagképet felcserélünk, akkor tökéletes rendben követik egymást a csillagképek. Ilyen apró hiba előfordulhat egyébként, az ember maga is olyan, hogy fáradt és elír valamit, vagy ugrik. Tehát ez úgy azt mutatja, hogy itt egy teljes rendszerről van szó. Vésztőmágoron, ahol volt szerencsém látogatást tenni, ugyancsak ilyen tárgyak, bélyeklő formájú agyaktárgyak kerültek elő, és ezeket is ezzel a módszerrel érdemes megközelíteni, mert adja magát a csillagászati jelleg. Ugye? És akkor még itt annak a három fontos csillagképnek a csillagatlaszbeli felvételét mutatom, a Kos, a Hidra és a Nyilas, amelyik fontos a tatárlakai korom kapcsán. És hogy így a szakirodalomra most megint visszatérek, ugye nem csak a kutatókra, hogy mennyien írtak erről könyvet, hát ezeknek a nagy része megfordult a kezembe, és hát
elég nagy számot ki is jegyzeteltem, és ennek alapján sikerült összeállítani, és a saját csillagászati értelmezésemmel kiegészíteni az eddigieket. Ugye sok ismerős név van, ugye Gyárfás Ágnestől kezdve a Harmata Jánosig, ugye Kiszeli István is kitért a kérdéskörre, de Mandis György és Makkai János is. Ugye itt az előbbi kisebb betűknél azért meg kell említeni a rovásírás kutatóit, Forrai Sándor, Friedrich Kláráékat, Szakács Gáborral, akik ugyancsak külön tanulmányt szenteltek ennek a kérdésnek, de hát már Götz László is, ugye, aki a nyelvészetnek elég száraz összefoglalását adta a Keleten él a nap című művében, ő is egy külön részt szentelt a könyvében a tatárlaki leleteknek, illetve azok kormeghatározásának, és én tőle tanultam meg azt, hogy a radiokarbonos vizsgálatnál milyen problémák vannak. Például az, hogy nem mindegy, hogy egy adott területen milyen az alapszintje a talajnak, illetve a víznek, mert ahhoz kell viszonyítani ezt a radiokarbonos, tehát C14 izotópos arányt, hiszen hogyha más a kiindulás, akkor akár 1000 évvel odébb lévő időpontot is kaphatunk. Tehát itt egy úgynevezett kalibrálásra van szükség ezeknél a vizsgálatoknál, amit nem mindig végeznek el, és hogyha a vizsgálatot elvégzik itt és egy másik helyen, akkor nagyon valószínű nem ugyanarra az eredményre fognak jutni, mert ott mások ezek a kiinduló értékek. Csak akartam érzékeltetni, hogy ez se olyan egyszerű, mint ahogy gondolnánk. Ugye, és aztán Martin Veronikától kezdve, Rumi Tamásig, Varga Csabától kezdve, még sokan mások is erről írtak műveket, és ugye az, amit most nem említek, de a kis ördög nem hagy békén, ezeket a kérdémeseket érdemes lenne majd egyszer átbeszélni a többi kutatóval együtt. Például ilyen alapdolgokat, hogy szabad-e sumer szöveget akkádként, tehát asszír babiloniként olvasni, vagy fordítva, mert bizony van példa mind a két irányú torzításra. Egyszer ide, egyszer oda. Előfordulhat-e több ezer évvel későbbi istenségnév egy feliraton, ugye ebbe a hibába is beleesnek még akár akadémiai professzorok is, hogy az úgynevezett anakronizmus kérdését nem vizsgálják, vagy például miért nem határozták meg a csepregi féle tábláknak a valódi korát, miért nem engedte meg Csepregi bácsi, miért tért ki ez elől, hát erről is ugye van egy elképzelésünk, és a tények azonban Makas dolgok című könyvemben azért kitérünk erre nagyon finoman és udvariasan. És hogy még egy utolsó kérdés, hogy a sok etruszk kérdéssel foglalkozó magyar kutató miért használ egymástól eltérő ABC-ket, és mindegyik egy másikat, és mit csak azzal az ABC-vel jut eredményre. Itt is jó lenne összefogni és leülni egymással. Sajnos, amikor én meghívtam ezeket a kutatókat, hogy beszéljük meg együtt, én majd moderálom, mert az én elolvastam légynek a munkáját, csak egy jött el a beszélgetésre, tehát kitértek a megmérettetés elől, és hát én ezt egy komoly problémának tartom, de nem adtuk fel, és mi így, ezek a természettudományos alapon gondolkodók szeretnénk ezt megvalósítani a jövőben is, hogy üljenek le a kutatók egymással is, beszéljék meg, és jussanak közös nevezőre, mert amíg 10 félét mondanak, addig nem fogja soha komolyan venni se az akadémiai, se az egyéb kutatói kör ezeket a véleményeket, mert össze kell tartani, össze kell fogni, és az elmondott példák ellenére azt mondom, hogy ebben a szlovákokról és a románokról példát kellene venni, mert ők ugyan marják egymást, de ha kívülről jön valaki, akkor összefognak és azt verik meg, aki kívülről jött. Ez egy természetes rendje az életnek, mi magyarok sajnos ezt az alapszabályt, az élet fennmaradásához nagyon fontos tulajdonságot nem igazán éljük meg, ezt sajnálom, de nem adjuk fel, és én szeretném, hogy egyszer majd mindenben ilyen közös nevezőről indulva tudjunk majd beszélgetni. Köszönöm a figyelmet!